Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket a Lólépésben Sakmagazinban. Gonyát Zoltán műsorvezető vagyok immáron sok éve, és feladatomnak érzem, hogy a tisztelt nézőknek elmondjam, hogy legutóbbi adásunk óta mik történtek a megye és a régió sakk életében, illetőleg a SAK különböző szabályaira, rejtelmeire oktassam a tisztelt nézőket partik hadállások játszmák bemutatásával. Előző adásunkban beszámoltunk arról, hogy a 2018-2019-es megyei csapatbajnoki hív tulajdonképpen véget ért, a bajnok torony magasan a Nyíregyházi Egyetem második csapata lett, a második és harmadik helyen holt verseny alakult ki a Dávides C és a Nyíregyházi Sportcentrum NVSC között, pont azonosság történt ugyanis, mindkét csapat azonos pontszámot szerzett, a holtversenyt eldöntő tényezők azonban a Dávidnak kedveztek, így a Dávid SC lett a második, a Sportcentrum NVSC játékosainak pedig a bronzérem jutott. Az előző adásunk óta befejeződtek az NB2 küzdelmei, és el kell, hogy mondjam tisztelt nézőinknek, hogy megyénk mindhárom csapata eredményesen szerepelt a 2018-19-es NB2-es bajnoki szezonban a leghátrébb, a 9. helyen végzett a Tiszavasvári csapata. 11 fordulót játszottak a csapatok az NB2-ben körmérkőzéssel, és a 12 csapat közül végzett 45 ponttal a 9. helyen a Tiszavasvári. A második legjobb megyei csapatunk a Nyíregyházi Egyetem csapata volt, újonc volt tulajdonképpen az NB2-ben, bár sok játékosuk, rutinos, nagymúltú NB2-es játékos. Nos, a szezon előtt uh, kissé féltettük a, a, idősebbekből és fiatalakból is álló egyetemi csapatot, nehogy meglegyintse őket a kiesés szele, ők azonban magabiztosan meneteltek a bajnoki szezonban, és kiváló 59,5 ponttal befutottak a hatodik helyre. 59,5 pont az 50 százalék 66 pontot jelentett volna, tehát majdnem elérték a félpályát, majdnem elérték az 50 százalékot, ami a csapatnak tulajdonképpen egy, egy igen szép eredményének minősíthető. A Nyiregyházi Sportcentrum NVSC bajnoki, de minimum érmes reményekkel vágott neki az MB2-nek, ez azonban sajnos nem sikerült. A Nyíregyházi Sportcentrum az utolsó három mérkőzésén óriási arányban verte meg az ellenfeleit, Ú, így történt ez az utolsó fordulóban is, 9-3-ra ütötte ki a Kazinc Barcika csapatát, noha a Kazinc Barcikát három ukrán játékos is, nemzetközi mesterek, említhetjük Borsos Bogdánt, illetve Juri Dovzsikot, nemzetközi mesterek erősítették a barcikai csapatot, ez azonban nem mentette meg a barcikát a, a nagy arányú vereségtől. Az egyéb találkozók, amelyek az érmek sorsát eldöntötték, sajnos úgy alakultak, hogy a nyíregyházi sportcentrum NVSC nem tudott a dobogóra kerülni, maradt a negyedik helyen 90 ponttal. A az MB2 mezőnyére jellemző, hogy az első négy csapat elszakadt a mezőnytől, tehát a negyedik helyen végzett nyíregyházi csapat 90 pontot szerzett, az ötödik helyen álló szírma Besenyő, melyet szintén erősítettek ukrán és román nemzetközi mesterek mesterek. Szirma mindössze 66 pontot szerzett, tehát és utána következett hogy a nyíregyházi, nyíregyházi, Egyetem 59 és ponttal, tehát a az első négy helyen végzett csapat és a többiek között óriási különbség volt. Az idei bajnok év nem kedvezett annyira egyháziaknak. Csak hozzátenném, hogy véleményem szerint a az NB2-es csapatok között, mert területi alapon több NB2-es csoport van, más csoportokban 80-85 ponttal a bajnok lehetett az első helyen végzett csapat volt, ahol 78 pont, 75 pont elegendő volt az első helyhez. A mi csoportunk, a Barca csoport az NB2-ben olyan erős volt, hogy 90 ponttal még a, a dobogóra sem lehetett felkapaszkodni. A bajnok egyébként a a Miskolc csapata lett, egy játékostól eltekintve mindenki Miskolci, mindenki Borsod megyei, egy fiatal nevelő egyesületről van szó. Az első táblán Ohonyik nagymester játszott Franciaországból, a második helyen Edelény végzett, Edelényt uh, svájci, német, illetve szlovák játékosok, nemzetközi mesterek és mesterek erősítették, a harmadik helyen végzett Hajdúböszörmény, Hajdúböszörményben uh, is uh, zömében helyi játékosok alkotják a csapatot, Hajdú megyeiek, Böszörményiek és Debreceniek főleg. Csupán az első táblásuk Julián Nieto Estrada nemzetközi mester mexikói játékos, és negyedik helyen pedig a nyíregyháziak végeztek. A az előző adásunk óta egyéb komoly verseny lebonyolítására nem került sor, így egyéb sportbeli eseményekről beszámolni nem tudok, maradt tehát az örök témánk, partik hadállások kombinációk bemutatása. Mindig igyekszek megyénk játékosainak küzdelmét bemutatni, sajnos azonban a Magyar Sakszövetség nem tette közzé az NB2-ben vívott partikat, tehát csak azon partikának rendelkezésre, csak azok elérhetők, amelyeket már bemutattunk, az ezt követő utolsó fordulókban játszott partik már nem láthatók, így sajnos nem tudom a tisztelt nézőket megörvendeztetni megyénk játékosainak kiváló alkotásaival. Ilyenkor Bevett szokásom az, hogy a, a saktörténelem kincses tárából bányászok elő egy-egy kiváló alkotást, egy művészeti alkotásnak is beillő világmesterek által játszott partikat, és azt igyekszek bemutatni a tisztelt nézőknek, hogy a sak rejtelmeire különböző szabályaira hívhassam fel a figyelmet. A mai adásban egy 80 évvel ezelőtt partit szeretnék először is bemutatni, ami a <coughs> világ legjobb sakkozói, akkori legjobb sakkozói vívtak, de ezek a játékosok olyan játékosok, akik a történelem mondjuk úgy örökranglistáján listáján is igencsak élen vannak. A partiban 1938-ban az úgynevezett Avró versenyen két világklasszis mérkőzött meg. Mi is volt ez az Avró verseny? Ez egy holland rádiótársaság volt, amelyik 1938-ban összetudta hívni a világbajnokot és mindazon játékosokat, akik joggal tarthattak igényt a világbajnoki címre, tehát a világbajnok lehetséges kihívóit. Őket körmérkőzéssel játszatták egymással a versenyen, és az volt a, a a nevezük úgy a megállapodás, hogy aki a versenyt megnyeri, az jogosult dr. Aljehin sakvilágbajnokot világbajnoki páros mérkőzésre kihívni. Amennyiben a világbajnok nyerni a versenyt, abban az esetben a második helyezett jogosult kihívni dr. Alexander Aljehin orosz származású világbajnokot világbajnoki döntőre. Nos, a verseny óriási verseny volt, Csodálatos alkotások születtek a versenyen. Nagy meglepetésre egy ö, fiatal, 22 éves észt nagymester, Paul Keres lett a bajnok, holt versenyben az amerikai színekben ö, versenyző Ruben Fajnal. A világbajnoki döntőre sajnos nem kerülhetett sor, ugyanis a következő évben kitört a második világháború, és ö, hosszú évre elhallgattak a sakkozók a küzdelmekben, Inter Arma Silent Múzei mondták a rómaiak. Nos, ezen a versenyen az eljövendő világbajnok, a szovjet színekben versenyző Mihail Mojszejevics Botvinnik játszott a megelőző kor sakvilágbajnokával, a kubai José Raúl Capablancával. Capablancáról tudni kellett, hogy egy Óriási technikájú és tudású sakkozó volt, aki csodagyerek volt. Ö, már egészen kisiskolás korában legyőzte a kubai bajnokot. Egy olyan világbajnok volt ő, aki aki versenypraxisában előfordul 10 év, 1914 és 24 között, amikor egyszerűen nem vesztett versenypartit, így a világbajnoknak, az akkori világbajnoknak a játszmáit nem tudták elemezni úgy, hogy na hogyan veszített a világbajnok, így könyvben adták ki, hogy hol, milyen partik voltak azok, amelyben Kapablanka világbajnok rosszabbul állt időlegesen. A világos színeket pedig a, a feljövőben levő Szovjetunió sakkozója, első számú sakkozója a 27 éves Botvinnik vezette, aki 1948-tól kisebb megszakításokkal 63-ig volt világbajnok, őt tekintik a, a szovjet sakkozás pátriárkájának, hiszen a, már a második világháború, korszakában azt megelőzően is egy, egy, igazi vérbeli világbajnok jelölt volt, akiről látszott, hogy világbajnok lesz. A világháború ugye sokáig elvette a lehetőséget Botvinniktől, hogy, hogy világbajnoki döntőt vívjon és 1963-as visszavonulása után is a Szovjetunió sakkéletének egy kiemelkedő jelentőségű személyisége volt. Nos, nézzük akkor a partit tehát 1938-ban játszották. A parti lélektani hátteréről tudni kellett, hogy a világbajnok és Kapablanka, ex-világbajnok, Kapablanka, aki a sötét figurákat vezeti, koruk miatt nehezen bírták a versennyel járó fizikális megterheléseket, a fordulókra más és más városban került sor, és emiatt sokat kellett vonaton utazniuk a világlaszisoknak, emiatt Kapa Blanka lemaradt a mezőnyben, és ez volt az utolsó alkalom arra, hogy megjavítsa a versenyen elfoglalt helyezését, tehát igen jó helyezést érjen el, ezért kockáztatott a partiban. Botvinnik ezt jól tudta, fiatalsága erejében és saktudásában bízva vívta ezt a partit két világbajnoki rangú pozíciójátékos küzdelmét tekinthetjük meg, egyébként mind a ketten kiváló taktikusok is kombinátorok voltak. A Nimzo-indiai védelem került terítékre, tehát d 4 el nyitott bot vinnék, Huszár F6-tal válaszolt kapablanka C4 E6 Huszár C3 következett ezek után ö, lehetősége van ö, Kapablankának belemenni d 5 az ortodox vezércsel különböző változataiba, ő azonban bonyolult küzdelemre ö, kívánkozott, és egy másik ö, stratégiailag egy nagyon bonyolult megnyitást, az úgynevezett nimzoindiai védelmet választotta, futó B4-et húzott. Ez a lépés tulajdonképpen az E4 mezőt gyengíti meg, hiszen a C3-on álló huszár, amelyet a B4-en álló futó lekötött, a C3 huszár ellenőrzi a D5 és az E4 mezőket, és ezzel a futó B4 lépéssel sötét tulajdonképpen semlegesíti a huszárnak az E4-re hatását, és az F6 huszár tulajdonképpen az E4 mezőt ellenőrzi, tehát ez egy E4 mezőre ható lépés. Botvinniknek sok lehetősége van. Húzhatott egy vezér, volna egy vezér B3-at, ami a 10 20-as években előfordult változat. Húzhatott volna A3-at, ami az émis rendszer bonyolult küzdelmére vezetne. Húzhatott volna F3-at is, akár futó G5-öt is. Ő a a stratégiailag legbiztosabb centrumképzést az E3 lépést választotta. Tehát E3 egy igazán komoly, erős centrumot akar Botvinnik felépíteni, természetesen átmenetileg zárja csak be a C-1 futót, az a későbbiekben erőre fog kapni, játék lehetőségre fog kapni, átmenetileg van csupán a saját gyalogok mögé bezárva. Manapság sötét, már inkább C5-öt lép a centrum bombázásának szándékával, akkoriban még 80 évvel ezelőtt a megnyitás elmélet nem volt ennyire kidolgozva, és a, a, a gépsakkozó exvilágbajnok Kapa kapablanka a klasszikusnak tűnő D5 változatot választotta, tehát d 5 lépett. Ezek után sor kerül a centrum tisztázására, A3-at lépett Botvinnik, amire Kapablanka természetesen be kellett, hogy üssön C3-ra, hiszen ha futóval visszavonul, visszavonulna A5-re, D6-ra, E7-re, akkor semmi értelme nem lett volna a B4 lépésnek, tehát futó C3 és gyalog C3. Ezek után pedig a centrum feszültség fokozódik, tehát a centrum harc folytatására kerül sor, C5 lépést húzta Kapablanka, amire Botvinnik természetesen tisztázott, üt és gyalog ütdélyöt. Az álláshoz tudni kell azt is, hogy a futópár a kinyíló állásban világosnak biztosít centrumfölényt és álláselőnyt, tehát sötétnek igyekeznie kell valamilyen szinten tartani az állást, hogy a két huszár és egy futó ö, tartsa az állást a futópár és a huszár ellen, tehát értelemszerű, hogy Kapablanka a későbbiekben igyekszik nem kinyitni az állást, hanem zárja az állást. Természetesen Botvinnik futó D3-mal fejlődött, amire Kapablanka elsáncolt, és itt következett a játékterv. Ö a világosan játszó eljövendő világbajnoknak meg kellett határoznia a további ö, játékot. Léphetett volna egy huszár f 3 nem válik olyan bonyolultá a centrumharc. Ö, huszár 2 húzott. Ez a lépés azt árulja el, hogy Botvinnik a huszárját G3-ra szeretné vinni, szeretné elsáncolni, és F2. F3, E3, E4-jel a centrumban szeretne a gyalogokkal előre nyomulni. Ilyen esetben akkor már megnyílna a sötét mezejű futójának is az állás, amennyiben tisztázódik a, a D4-C5-ös centrumfeszültség, illetve a futópár erőre kapása mellett még térelőnyt is érhetne el. Nos, Kapablanka igyekezett tisztázni az állást, B3-at húzott, illetve B6-ot húzott, azzal a sz nyilvánvaló szándékkal, hogy a futóját a le akarja cserélni, és hogyha sikerül kiemelni, Botvinnik futópárjának egyik tagját, akkor a megmaradó sötét futó már nem képvisel olyan nagy erőt, hiszen nincs futópár. Bevált fogás ugyanis, amennyiben az ellenfélnek futópárja van, az egyik futót ki kell emelni, le kell cserélni, és a megmaradó futó már meghatározhatja az állás további menetét, jó futó lesz, rossz futó lesz, tehát úgy sokkal könnyebb tartani az állást. Rövid sánc következett, amire következett az általam előbb már említett futó A6. Ez egy valamilyen szinten elkötelező lépés, de, de, természetesen Kapablanka igyekezett, hogy is mondjam, kockázatosabb állást vállalni, hogy nyerésre játszhasson a fiatal Botvinnikkal szemben. Nos, nos mi következhetett volna? Hát következhetett volna még a futó a helyett egy bástő E8 az E4 pontnak az őrzésével, de hát nem ez következett. A futó lépésére, tehát futó A6-ra Botvinniknek döntenie kellett, hogy beüssön vagy ne üssön. Természetesen, ha beüt, akkor a B8-on álló huszát fejleszti ki, és... és ez nem feltétlenül kívánatos. Nos, akkor nézzük, hogyan is folytat a tovább a partit. Futó A6-ra mit válaszolt Mihail Botvinnik? Leütötte. A huszár kifejlődött B8-ról A6-ra. Tehát a huszáröt A6. És itt el kellett Botvinniknek mélyen gondolkodnia. Tehát az állás általános értékelésénél a következőket lehet elmondani. Lógó következnek, a világos gyalogok a G2 gyalog kivételével a megmaradt futó színén állnak. Tehát a futó átmenetileg rossz futó, a gyalogok mozgatásával kellhet erőre világosnak a C1-en álló futója. Ugyanakkor, ha kinyílna az állás, és nem volna bázisa a sötét huszároknak, világos futója rendkívül erőssé válna. Na most, ö, hogyan lehet megoldani ezt a kérdést? Hát először is ö, ki kell használni azt az alkalmat, hogy kis és után áll sötétnek az a A6-on álló huszárja. Ez az egyik, a másik pedig. Ha már Botvinnik egyszer kinyilvánította, hogy... Ö, huszár E2G3-ra készül, majd a következő terv F3N4, abban az esetben pedig őriznie kell a C3N4 gyalogokkal a centrumot. Tehát egy paradox, rossznak tűnő lépést húzott, a futó B2-t, ami valójában azonban rendkívül erős lépésnek minősíthető, legalábbis az én szerény saktudásommal. Tehát futó B2. Ez a lépés első pillanatra azért tűnik gyengének, mert B2-n az a futó egy, ö, egyszerűen egy világos gyalognak tűnik, hiszen nem tesz más, mint őrzi az A3 és C3 gyalogot. Csak hogy itt hozzá kell tenni az állásnak a dinamikus tényezőit is, ha világos f 3 n akarja robbantani a centrumot, akkor egyrészt őriznie kell a D4 pontot, tehát sötét, hogyha C5-ről beüt D4-re, akkor a C3 gyaloggal kell visszaütni D4-re, és F3 4 után már mozgó centrum fog következni, ahol 10-20 lépést múlva a B2 futó igen nagy erőre kaphat a gyalogcentrum előrenyomulását követően, másrésztről fontos védelmi pozíciót tölt be az a futó, hiszen az f 3 n 4 lépések után a mozgó gyalogcentrum létrehozásával elengedhetetlen a D4 pontnak a védelme. Tehát ezek után következett vezér D7. Kapablanka, mint egy csodálatos pozíciójátékos, jól látja, hogy világos állásában a világos mezők gyengültek meg a létejövő állásban, és ezzel a vezér d 4 tulajdonképpen bejelentette, hogy ha világos elmozdítja a vezérét, akkor megszállja a B4 pont, az A4 pontot, illetőleg a B5 pontra is beköszön. Ezért tulajdonképpen Kapablanka ezzel kikényszerítette Botvinnik A4 lépését, ami egy gyaloggyengeség, tehát A3, A4, ami egy ö, gyaloggyengítés, hiszen például c 5 D4, C3, D4 után gyengévé válik a B4 pont, és ö, akár küzdeni is lehet az A4 gyalogért, de hát ez egy, ö, ez egy ö, hosszabb stratégiának az elemei, és majd látjuk a későbbiekben, hogy Kapablanka egy más, egy elkötelező jellegű folytatást választott. A4 után Kapablanka a centrummal foglalkozott, Bástya E8-at húzott, noha lehetősége lett volna a gyalogcsere D4-en és Bástya AC8, de, de az E4 pont őrzésével foglalkozott, igyekezett megállítani a centrumbeli előrenyomulást. Na most ezek után következett vezér D3, amivel megkérdezte Botvinnik, hogy mit is szeretne az állhaton álló huszárjával kezdeni Kapablanka, és itt választott Kapablanka egy rendkívül kockázatos, elkötelező jellegű folytatást, C4. Ez a lépés a későbbiekben hibának bizonyult. Kapablanka tehát abban bízott, hogy tudja tartani majd a centrumot, és az A6-on álló Huszár vezénylésével, tehát Huszár A6, B8, C6, A5, B3-mal előbb-utóbb le fogja nyerni majd az A4 gyalogot, és a gyalog előnyét érvényesíti, tehát ez egy statikus állásban kiváló terv lett volna. Botvinik azonban az állás dinamikus tényezőit lovagolta meg. Nos, C4-re következett vezér C2, Huszár B8, Bástya A1E1, tehát felkészül Botvinnik a centrum áttörésre, huszár C6, huszár G3, huszár A5, és ö, itt már láthatjuk, hogy, hogy beáll a huszár B3-ra, és következik az imént beharangozott terv, F3, majd huszár B3. Tehát gyalog F2, F3, Huszár B3. Lenyerhető az A4 gyalogkérdés, hogy mi következik majd a centrumban. Következett E4, vezérű A4 gyalognyerés. Ezek után következett E5, illetve vezér F2, az E5, huszár D7, És vezér F2. Tehát a világos nehéz tisztek már az F és E vonalat uralják, és ezek után következik a térnyerés a centrumban, és közvetlen király elleni támadás. Nézzük akkor, hogy hogyan folytatta az állást hogyan folytatta a partit. Kapablanka G6-tal igyekezett biztosítani az F5 pontot és nehezíteni az előrenyomulást. G6, F4 természetesen, és erre F5. Következett Ampass ütés, en passant Ampass üt F6, Huszár F6, és ezek után folytatta a botvinnék a király elleni támadást E Tehát fellazul teljesen a királyállás, és itt már jól láthatja ö, sötét, hogy eltávolodott a vezér és a B3 huszára király védésétől. Ö, a parti tulajdonképpen magasabb értelemben véve már eldőlt, bár kapablanka még ö, bizakodott. Nézzük meg, hogyan folytatódott a továbbiakban a parti, tehát mit lépett F6-ra, cserélt kapablanka, egyen, tehermentesítette egy kicsit az állást, majd Bástya e 8 igyekezett szemben állni. Erre azonban következett Bástya E6, Bástya üt 6 Gyalog Üte 6 és Király G7. Vezér F4, ezt a szuperszámítógépek mai napig is úgy tudom a legerősebb lépésnek találják, majd a vezér visszakozás E8-ra. Vezér vezér E5 lépésre, vezér E7, és itt következett egy kettős elterelés, egy kettős tisztáldozat, amelyel elterelte a vezért a védelemből Botvinnik, futó A3, vezérüt A3, huszár H5, kötéskihasználás, gyalogüt G6, H5, vezér G5, a királyjal el kell menekülni F8-ra, vezérüt F6, király G8, és itt már néhány sakkadása van csupán sötétnek, mivel vezér után vezér, fut, vezér átváltozás következik e követően, tehát vezér C1, király F2, vezér C2, király G3, vezér D3, király H4, vezér E4, király 5, H5, vezér E2, g király H4, vezér E4, G4, és elfogytak a sakkok, az ex-világbajnok kezet nyújtott, hiszen hat lépéses matt előtt áll. Vezér egy és király h után ugyanis már nincs több sakkadás. A parti végeztével a műsoridó végére is érkeztünk, sajnos nem folytathatom tovább, találkozunk a következő adásunkban, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!